Negyed órát kellett várni az első hatalmas zicserre az SVS gyűrűjét OFC Liga Kupa mérkőzésen, ahol a magyar bajnok irányítója Rok Kronaveter ugratta ki Rafa Wolfot, a közeli lövést azonban Dénes kapus hárítani tudta. A 30. percben viszont már kapuból kellett kiszedni a labdát. Lazár Stanis is hajolt egész mélyre egy szabadrugásnál, és bólintott guggolva a hálóba. Az első fordulóban mind a két csapat papírforma eredményt hozott, hiszen az Etó a Tatabányát győzte le, míg a Sopron a Fradi pályán kapott ki, és itt is az NB1-es csapat játszott végig fölénybe. Egy óra játék után Stanis is duplázhatta volna meg az Etó előnyét, de neki nem volt szerencséje. Ott volt azonban a kapu torkában Pátkai Máté, aki begotorta a kapufáról kipattanó labdát, így már 2-0 volt az állás győri szempontból. És még nem volt vége. Igaz, a harmadik gólt, ha Les miatt érvénytelenítette volna a játékvezető, alig ha tehetett volna neki bárki szemrehányást. Egy Burgos Wolf Kronaveter összjáték után a szlovén légiós gurította a hálóba, és miután a partjelző sem emelte a zászlaját, a soproniak mehettek ismét közepet kezdeni. Az ezúttal csereként beálló Rudolf Gergely játékát ismét nagy figyelem kísérte, ő ezúttal egy szabadrugással veszélyeztetett. Majd jött két másik nyári csatárigazolás, Názok János és Rafael Burgos, utóbbi lőtte a negyedik Eto'o gólt, két tucatnyi vendégdrukker örömére és mindegy 1000 hazai bánatára. A hajrában három védő között fért labdához a soproni Szabó, akinek sikerült a szépítés. Sőt, a végén még Kamenárnak kellett kiöklözni a sós lövését, az eredmény viszont már nem változott. 4-1-re nyert Sopronban a Gyűrű Eto'o FC, ezzel két forduló után vezeti a Liga Kupa F csoportját.